A kinematika a mechanikai mozgások leírásával és elemzésével foglalkozik, de nem vizsgálja a mozgások okait. A mechanikai mozgás a testek helyzetváltoztatását jelenti. A mozgás pályája azon pontok összessége, amelyeken a mozgó test áthaladt vagy áthalad. Mechanikailag szabad pályán száll a repülőgép, de a járművek, a gépek és alkatrészeik csak korlátozva, kötött pályán mozoghatnak. A pálya lehet síkbeli vagy térbeli, egyenes vagy görbevonalú. Útnak nevezzük a pálya egy részét, azt a szakaszt, amelyen a mozgótest elhaladt. Az út kezdő és végpontja közötti szakasz az elmozdulás. Ha a mozgótest az út egyenlő részeit azonos idő alatt futja be, a mozgás egyenletes. Ha azonos idők alatt a megtett utak különbözőek, a mozgás változó. Anyagi pontnak tekinthetjük a mozgótestet, ha mérete a pálya méreteihez viszonyítva kicsi, és minden része azonos módon halad. A kinematika alaptörvényeit az anyagi pont mozgás viszonyainak vizsgálatával ismerhetjük meg. A sebesség vektormennyiség, az út és a megtételéhez szükséges idő hányadosából számolható. Ha a sebesség az út mentén változik, a test gyorsulással mozog. A sebesség a pálya különböző pontjaiban lehet más és más nagyságú, de iránya mindig a pálya érintőjének az elmozdulás irányába eső ágával azonos. Körpályán a test, az anyagi pont körmozgást végez. Ez esetben az út az időegység alatt megtett ívhosszúság. A sebességeket kerületi sebességnek nevezzük. Amennyiben a sebességet a vizsgált időtartam alatt megtett szögváltozással fejezzük ki, szögsebességről beszélünk. Ha a sebességvektor valamely jellemzője, iránya vagy nagysága változik, akkor változik a sebesség, tehát a vizsgált mozgópont gyorsul vagy lassul. Körmozgásnál a sebesség iránya pontról pontra változik, gyorsulás jön létre. Mivel az egyenletes körmozgásnál a pálya sugara és a kerületi sebesség nagysága állandó, a gyorsulás nagysága is állandó. Ezt az állandó nagyságú gyorsulást centripetális gyorsulásnak nevezzük. Ha a sebesség nagysága is változik, a gyorsulás sem állandó. Az egyenletesen változó mozgású pontoknak tehát lesz egy sugár irányú és egy érintő irányú gyorsulás összetevője, így a valóságos gyorsulás E2 vektori összege. A merev testeknek két alapvető mozgása van, a haladó és a forgó mozgás, amelyekkel minden merev test mozgása leírható. Legtöbbször együtt vannak jelen, ilyenkor összetett mozgásokról beszélünk. Eddig nem foglalkoztunk a mozgás okaival. A kinetikában fel kell tárni a mozgásformák előidézőit, az erőket, és így kell meghatározni a mozgások jellemzőit. A kinetika alaptörvényeit Newton ismerte föl. Az első, minden test megmarad nyugvó vagy egyenes vonalú egyenletesen mozgó állapotában mindaddig, amíg külső erő nem hat rá.
Az olyan rendszer, amelyben ez a tehetetlenségi törvény érvényes, az úgynevezett inercia rendszer. Második törvény, ha a testre erő hat, az gyorsuló mozgást végez. Az erő által okozott gyorsulás az erő nagyságával egyenesen, a test tömegével fordítottan arányos. Harmadik törvény, ha egy test erőt fejt ki egy másik testre, a másik test is ugyanakkora, de ellentétes értelmű erőt fejt ki az elsőre. Ez az akció-reakció törvénye. Minden mozgás, amely felületek vagy közegek érintkezésével jár, surlódást eredményez. A surlódási erő nagysága egyenesen arányos a felületeket merőlegesen összeszorító erővel és a surlódási tényezővel. Gördüléskor a gördülő elemnek rá kell lépni a felületi egyenetlenségekre. A létrejövő, a haladással ellentétes értelmű, nyomaték jellegű fékezőerő a gördülő ellenállás. A körmozgást végző testet a sugárirányú centripetális erő tartja körpályán. Nagysága a tömeggel, a sugárral és a szögsebességgel arányos. Ezzel ellentétes irányú a forgási középponttól kifelé mutató centrifugális erő. A mozgás az anyagi világ, az anyagok legalapvetőbb tulajdonsága. A mechanika mozgás törvényei a kinematikai és kinetikai törvények.